Óriás ketrecben nevelik a kisfácánokat Dusanovón. Két hét alatt készült el a fácán nevelde. A Csantavéri Vadász Egyesület vadászai is kivették részüket a munkából. Huszta Róbert, a Csantavéri Vadász Egyesület tagja elmondta, a vadonban a rókák, a szarkák és a kártékony ragadozók nagyon megtizedelik a fácán állományt. Úgy döntöttek, fácánokat nevelnek, hogy legyen mire vadászni télen. Kisfácánokat neveljük, ezek 8-10 hónap, 8-10 hetes kisfácánok. Itt egy hónapig még neveljük őket, koncentrátot az Egyesület vette, és amikor megnőnek, vagy kicsit megerősödnek, megszokják a helyet, akkor vadon lesznek engedve, és vaddá válnak ezek a előre nevelt kisfácánok. A Csantavéri Vadász Egyesületnek valamikor 110-120 tagja volt. Mára megcsappant a számuk, jelenleg 57 tagjuk van. A fiatalok nem igazán érdeklődnek a vadászat iránt. Szombat este hivatalosan is átadták rendeltetésének a dusanovói fácán neveldét. Ove godine smo u saradnji sa pokrajinskim fondom za poljoprivredu dobili sredstva, deo sredstava za izgradnju dva prihvatilišta. Jedno se nalazi ovde koje vidite na ulovištu istok, jedno pravimo u stvari da ulovište istok, jedno pravimo na drugom kraju lovišta. A dusanovói fácán neveldében pillanatnyilag 570, 8-10 hetes kis fácán van.